ez a traktor is része azoknak a kommunális eszközöknek, melyre a Magyar Falu program segítségével nyert forrást tevel. Ezen kívül járda és út felújításra, önkormányzati kerékpárút kiépítésére és az óvodaudvar korszerűsítésére adtak be sikeres tendert a településen, de a polgármesteri hivatal tetőszerkezete is megújulhatott a kormányzat segítségének köszönhetően. Ezt a belügyminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani. Itt 5% önerőt kellett csupán csak hozzáraknunk, így egy teljes új komplett tetőhíjazott cserét tudtunk megvalósítani, és napelemmel ellátni, amivel ugye a költségeinket tudtuk csökkenteni, és hatékonyabbá tudtuk így ezáltal tenni megint a működésünket. Fazekas Attila elmondta, sok fejlesztést terveznek még. Hozzátette, nagyon jó dolognak tartja a Magyar Falu programot, mert a kis települések önerőből nem tudnának ilyen fejlesztéseket megvalósítani. Ezekkel nem csak a település képet javítják, de olyan színvonalat biztosítanak az itt élőknek, ami a helyben maradásra sarkalja őket, és esetleg másoknak is vonzóbbá teszi a vidéki életet. Remélem azt, hogy a településnek a fejlődés, a község fejlődése azt is eredményezi, hogy egyre több gyerek fog születni, és valóban szükség lesz, és szükség van az oktatási intézményeknek a fejlesztésére, de látjuk azt, hogy a községháza megújult, utakat építettünk, járdákat építettünk, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itt élő emberek érezzék azt, és lássák is azt, hogy a magyar kormány számít ő rájuk, és ők is számíthatnak a kormányra. Tevelre az elmúlt 3 évben több mint 617 millió forint fejlesztési támogatás érkezett.